Rengeteg autós közlekedik nap mint nap Nyíregyházán, az kívülről nem látszik, hogy a sofőrnek van-e érvényes jogosítványa vagy nincs. Korábbi szabályozás értelmében, aki úgy vezetett, hogy el volt tiltva, csak szabálysértést követett el, most szigorítottak, bűncselekménynek minősítették a cselekményt. A közúti közlekedés mindig is veszélyes üzemnek számított, ezért nem volt az tolerálható, hogy olyanok vegyenek részt a közlekedésben, akiket korábban szabálysértési hatóság vagy bíróság eltiltott a járművezetéstől. Mind országosan, mind pedig a megyénkben nagyon gyakran fordultak elő olyan esetek, amikor nyíltan semmibe vették a hatóság döntését, és úgy ültek volához emberek, hogy el voltak tiltva a vezetéstől. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a jogszabályváltozás bevezetése óta, 2021. május 14 óta, tehát 2 hét alatt 5 büntető eljárás indult ilyen esetben. A szabályozás értelmében május 14-től bűncselekménynek minősül és 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha valakit szabálysértési hatóság tilt el a járművezetéstől és az eltiltás hatálya alatt vezet járművet. Súlyosabb következményei akkor lehetnek a cselekménynek, ha bíróság tiltja el a sofőrt a vezetéstől. Hogyha már büntető eljárás indult valakivel szemben és bíróság tiltotta el a járművezetéstől, akkor viszont egy súlyosabb bűncselekményt követel, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető az elkövető. Az ügyészség ezekben az esetekben nagyon szigorúan fog fellépni, és a bünteti alakzat esetén minimálisan elzárásbüntetésre, vagy akár súlyosabb esetben, hogyha a előélete olyan az elkövetőnek, akár végrehajtandó szabadságvesztésre is indítványt fog tenni a bíróságra. Az engedély nélküli vezetés továbbra is szabálysértés marad, tehát ha valaki jogosítvány megszerzése nélkül vezet, a helyszíni bírság összege 45 000 forint, ha pedig szabálysértési eljárás indult ellene, 90 000 forint bírságra számíthat.